Az egy eszköz? Tehát erre fel lehet ülni? Igen, hát erre nem lehet ráülni, ez nagyon picike. Ez már engem nem bírna el. Son indul a Szamóca Fesztivál, amit mindig úgy hívjuk, de nem így, hogy kell mondani? Szamócás vásári forgata. Ez olyan hosszú, nehéz megjegyezni. Igen, de az a célom ezzel, hogy akinek van füle, azt értse ki belőle, hogy ez nem egy fesztivál. Mert nekünk magyaroknak nem fesztivál kell, hanem szamócás, a forgatag, amikor együtt vagyunk. Meg kell nézni a piacon itt is, hogy együtt vannak az emberek. Ez az együtt lét. Ne csináljuk a fesztivált? Ne. Fesztivál nem nekünk való. Az nem a bulunk, az amerikai meg ilyen bulik. Akkor... Nekünk nem, nekünk jó. Ez az együtt lét, földön járó, nagyon fontos a hagyományaink. Rettet. Sokkal fontosabb, mint ahogy én is eddig gondoltam. Abban van benne az igazi nép, a magyar nép léle. A 8. alkalommal köszönhetem önöket ezen az ünnepen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mai napot fönt az égen és a lelkünkben. És kérem, fogadják szeretettel Baski András polgármester urat, hogy megnyissa a mai rendezvény. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és elsősorban Gombkötő Gizellának és csapatának, akik már 8. alkalommal szervezik ezt a szép napot, a szamócás vásári forgatagot. Mert van nekünk szamócánk, az ország leghíresebb termőterületén, és arra gondoltam, hogy miután minden évben megrendezésre kerül a szamócalekvárok versenye is, megcsináljuk a város szamócalekvárját. A győztes szamócalekvár készítő receptje alapján elkészítjük a szamócalekvárt. Hát mi kell egy ilyen szamócalekvárhoz? Elsősorban szamóca. És szeretném mindenkit biztatni arra, hogy adjunk mi is össze néhány kiló szamócát, hogy legyen egy 50, 60, 80, 100 kiló szamócánk, el tudjuk készíteni az év szamócalekvárját. És amikor valaki erre jön felénk, és valami olyat szeretnénk neki adni, aminek igazán örülhet, azt gondolom, hogy az nem más, mint egy üveg szamócalekvár, egy üveg bezárt kis tavasz. Egy kis emléket szeretnénk Gizellának adni át ebből az alkalomból, amelyre az van írva, hogy fogadd elismerésünket a 8. szamócás vásárlási forgatag megszervezéséért, köszönjük neked. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részes ennek a mai napnak, és fogadja a Gizella szeretettel. Köszönöm szépen a bókot. És jó is az íze is, mármint a szamócának. Meg kell kóstolni. De szép a nagymama, szép az unoka. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudom. És nagyon szép szamócával jelentkezett ez a kedves fiatal pár. Hát gratulálok! Ismét nem sikerült elrontani, vagyis megint csak jól lett, hogy jó lett. Gyönyörű. Milyen fajta ő? Hát ez az Ázsia. Igen? Ázsia. Á, ő az Ázsia. Öreg Ázsia. Nagyon. Menjél. Igazán kusztus, kínálja magát. Kisvalás Áronnak is tetszik, igen? Igen, nagyon. Igen, nagyon. Hát gratulálok, nagyon szép kis unokára. Igen. És a sütemény kis szépek, mindjárt mutatjuk, amit csináltak. Igen. Ez például francia, hogy mi ez, micsoda? A francia mákos. Igen. Én pedig a... Angelina Alma. Angelina Alma. Igen. Biztos, hogy ez az Alma, Angelina? Biztos. Bocsánat. Én Angéla vagyok. Igen? Helyes akkor ez az ön Alma? Igen. Ah, ez jó. Olyan, mint egy virágcsapó. Igen. Ráadásul sokat szerint ez még finomabb is, mint a sima. Igen, már nagyon szimpatikus a cicis szamócák. Igen, ezek a cicis, ez külön most fejlesztették ki. Ez egy új
szabadalmi hivatalba fogják ezt beiktatni, ezek a cicis szamócák. Cicis szamócák, igen. Nagyon szimpatikus. Nagyon. Ó, ez sokkal édesebb, mint a többi. Földház Erik, szóval rendszeresen szoktunk találkozni a piacon. Piacon is mindig árulom a szamócát. Most velek várom is. Nagyon szépek továbbra is. Azok, mint megmutatjuk közelről. Igazán szépek. Ízlik neki, úgy látom. Gyönyörű szép kislány, hogy hívják őt? Zoli és mennyires? Kettő éves. És a Lajos Mizei szamóca ízlik neki. És akkor gondolom, hogy itt is szamóca lekvárt látunk. Nem szilva. Az micsoda például? Ez a zöld? Tárkony. Micsoda? Tárkony. Tárkony? De ő nem ilyen száraz, hanem olajban vagy? Ecet. Hát annyiból nem bírod megkóstolni. De sokkal sűrűbb. Jó. És leve. Depress szerep. Depress szerep. Nagyon szép ez az epres. Tovább a lenni. Ott van közvetlenül ugye a kamera mellett a Toledo. Van ott egy évjárat. Azt hiszed, bírod az erőset? Macska pöcse, na végre itt nevén van nevezve. És honnan is jöttek a szöngyői? A Hajdúságból. Püspökladány mellől. Püspökladány mellől? Tetéken. Nem semmi. Hogy találtak ide? Hát nagyon jó barátunk a Rimóci Laci is. Ő... Jaj, Laci, igen. A grillázsgur. Igen. Ezek tisztán csiliből vannak, még csak só sincs benne. Ez maga a világ legerősebb csiliei, amit feldolgozunk. Rendezünk országszerte csilis csirkeszárnyevő versenyeket. És ez a verseny szósz. Jól hangzik. Igen, így néz ki a budapesti győztes. A verseny végén így nézett ki a győztesünk. Csilis tökmag, érdemes megkóstolni. Csilis tökmag. Jó kis rákcsa. Megpörköltük. Megsóztuk, megcsilisztük. Azt a hétszer, 500 000 forint, ide már érdemes volt jönni. Érdemes. És mennyibe került 500 000 forint? 1300 000. Kapunk 500 000. Igen. Ez nagyon tetszik. A sima 100 000, az mennyiért? Az is annyi. Igen. Azt hittem, hogy az olcsó. Mindenféle csörgőhígyóktól, mert csinálunk egy csörgőhígyó zenekar, és mindig van helyen színpadon, gyerekek. Tehetsz főakni magára ezt a csörgőhígyós jelvezt, hogy lássam. Ügyes vagy, zsombor a csörgőhígyó. Kicsit meleg lesz. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elveszett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogság visszaidézzék egy fázós alkot.